1099-ben július 15-én az első keresztes háború zajlott. Erre a napra datálják Jeruzsálem bevételét. Ezt a szorít hoztam ma a napi töriben, én Juhász Kund vagyok. A szent háború fogalma már a kereszténység korai évszázadaiban felmerült. A 9. században 4. Leó pápa kijelentette, hogy aki az egyház védelméért folytatott háborúban esik el, mennyei jutalomban részesül. A 11. századra a keresztény Nyugat-Európa sikeresen elhárította a határait fenyegető veszélyeket, a pogány szászok, vikingek, magyarok támadásait, és a nemesek új generációjának nem volt más lehetősége, mint hogy egymással harcoljon az új földbirtokokért és címekért. A keresztes háború megindításához hozzájárult a bizánci birodalom meggyengülése is, amely elvesztette birodalmának jókora területét ekkorra. A német-római császárral visszájkodó II. Orbán pápának 1094-re sikerült stabilizálni a helyzetét, és következő év márciusára zsinatot hívott össze Piacenzában, hogy megtárgyalják az egyház ügyes-bajos dolgait. A gyűlésen megjelentek Alexios császár követeje is, Bizáncból, akik élénken ecsetelték a keresztények sanyarú sorsát a törökök által megszállt területeken, és segítséget kértek a nyugati hittestvérektől. Orbán pápa igyekezett közeledni az ortodox kereszténységhez, és talán reménykedett az egyház szakadás orvoslásában is. Minden esetre jó viszonyt ápolt Alexiosszal, és feloldotta a 7. Gergely által rá kimondott kiközösítést is. Orbán pápa 1095 nyarán szülőhazájába Franciaországba utazott, Clermontban újabb zsinatot hívott össze. A zsinat november 18-28-a között gyűlésezett, és az utolsó előtti napon november 27-én a pápa az összehívott francia nemesség és főpapság előtt nagy beszédet tartott. II. Orbán leírta a keleti keresztények szenvedéseit a muzulmánok által megszárt területeken, mesélt a Jeruzsálembe utazó nyugati zarándokok megpróbáltatásairól. Ezután felhívást tett közzé, hogy a nyugati kereszténység siessen hittestvérei megmentésére, gazdag és szegény ragadjon fegyvert és egymás gyilkolása helyett küzdjenek Isten ügyéért. A keresztesek pedig megindultak. Ebben nem volt köszönet. Magyarországon az egyik csapatuk elfoglalt például egy várat, közel 4000 magyart megölve, és kifosztva a várat. Könyves Kálmán az akkori uralkodó pedig már hiába üldözte őket, tovább is vonult a sereg félve a magyarok bosszújától. A hadak több hullámban érkeztek, eleinte a nincstelen fosztogató keresztesek jöttek, majd őket követték a jobban felszerelt és felkészült nemesek. Ez utóbbiak fegyelmezettebbek voltak, a szentföldi hadjárat végül elért Jeruzsálemhez, és be is vették a várost. Jeruzsálemben akkoriban egyaránt laktak zsidók, muszlimok és keresztények is. A város elfoglalása után azonban szinte mindenkit válogatás nélkül megöltek a fanatikus keresztes hadak. Végül ez élesztette fel az iszlám fanatizmusát is.